Neve van egy kubu, van két kubu, van négy kubu, sötöt. Neve van egy hetes, van két hetes, van négy hetes, sötöt. Itt nálunk az állatkertben két kubu tevék vannak. Mert ugye van egy kupu, meg van két kupu, de a nótával ellentétben ennél több kupu tele nincsen. Az egy kupuak vagy dromedárok azok Észak-Afrikában és Arábiában élnek, a két kupuak pedig belső Ázsiában is honosak eredetileg, és évtizedek óta nálunk itt hagyományosan két kupuakat tartunk, ami azt is jelenti, hogy mivel ők a természetben is találkoznak télen mondjuk hóval, ezért télen őket lehet a szabad ég alatt gyakorlatilag fűtés nélkül tartani. Egy szép nagy teve csapatunk van, akiknek egy része az itt is született a budapesti állatkertben, például a mai nap ünnepelte Juborék is, aki tától ebben a csapatban valahol ott van. Ugye őről azt kell tudni, hogy ő pont a Víz Világnapján született 4 évvel ezelőtt, és hát igen, az volt a terv, hogy akkor Buborék legyen a neve ennek kapcsán, mert ugye a vízművek örökbe is fogadta, de hát ugye J-betűvel kellett kezdődnie a nevének, különböző ilyen névadási szabályok miatt, úgyhogy nagyon kreatívan akkor a két dolgot, a buborékot meg a J-betűs kezdést, hogy sikerült közös nevezőre hozni, hogy Juborék lett a neve, és ezzel egy új nevet is alkottunk, és igazából ennek a tevének a felköszöntése fog majd most nem sokára következni. Egy tortát fog kapni, hát természetesen nem olyat, amit itt a cukrászdában lehet vásárolni, hanem olyat, amit a takarmánykonyhánk dolgozói kifejezetten a tevék szájvíze szerint készítettek el.